nincs aláírva a szerződés. Miért nincs? Ne hivatkozzon a sok munkára. Két napja volt rá, hogy elintézze. Mr. Granger nem jelentkezett azóta, uram. Akkor miért nem kereste meg maga? Hát tudja jól, hogy minden egyéb ráér. Első a szerződés. Ennyit sem bízhatok magára. Igazság szerint azt hallottam, hogy másnak ajánlották fel a szerződést. Badarság, megnyertük. Ennek ellenére, uram. Na és mit hallott? Ki kapta meg a megbízást? Lady Fogarty, a húga, uram. A húgom! A húgom kapta meg! Úristen, ha én ezt tudom! Uram, Mr. Onin. És ezentúl csak tejet és halat egyé. Azt már nem, köszönöm. James! Nincs semmi bajom. Egy gyomorfekélyen kívül, ami még tovább súlyosbodhat. Ha csak ezentúl nem folyt a nyugodtabb életet. Közönséges gyomorrontás. Ismerem a gyógymódját. Az első hajóval elutazom. Önnek pihenésre van szüksége. Nem enyélhetek itthon, nem megy olyan jól az üzlet. Az üzlet virágzik, nagyon jól tudod, James. Most költözött az iroda egy sokkal tágasabb helyiségbe. Kímélnie kell magát, és nem kellett fül az ágyból. Jövő héten újra benézek. Jöjjön, ha úgy látja jónak, de nem biztos, hogy itt talál. Ha a fekély egyszer csak kifakad a hajó fedélzetén, Mr. Onin, nem tudom garantálni önnek, hogy élve hazatér. Dr. Porton eltiltott az alkoholtól. Nekem nem mondta. Nekem azonban igen. Nos, akkor legyél te abstinens. Minek kértél tőle tanácsokat, ha eszed ágában sincs betartani őket? Én nem kértem, te akartad őt minden áron kiírni. Amint be is bizonyosodott, hogy ezzel a betegséggel vigyázni kell. Nincs jobb gyógyszer a sós levegőnél. James, kérlek, ne viccelj ezzel. Ide hallgass. Már ideje volna befejezned ezt a szüntelen világkörüli tekergést. Az Isten szerelmére nem vagy már fiatal, aki most akarja megcsinálni a szerencséjét. Nem, de azt sem akarom, hogy utolérjen a bal szerencse. Most alkalmam volt beszélgetni Dr. Portonnal. Dr. Porton, Dr. Porton, nem akarom hallani a nevét többé. A gyermek otthonnal kapcsolatos terveimről. Vállalta, hogy ellát tanácsokkal. Remélem, te több hasznát veszed a doktornak, mint én. Sarah! Végre itthon vagy. Meg akartunk lepni. Sikerült. Mikor érkeztél meg? Tegnap. Biztos sok mesélni valód van. Elizabeth, gyertek, üljetek le. Hogy vagy? Mi újság, James? Kár örvendeni jöttél. Ezt hogy érted? Az az én szerződésem. Milyen szerződés? Ja, az a szerződés, felajánlották nekem. Igen, de én nyertem el. A fenébe, Elizabeth, hát elhalásuk egymással kérlek, az ügyleteket. Tudod, hogy mit mondott, Mr. Porton? Portonról. Mit mondott? Semmit. Mindössze az, hogy James nincs jól, mert túlságosan sokat izgatja magát. Nem is csoda, ha a társam megszökik a lányommal, és a tulajdon húgom elolozza a szerződéseimet. Nem vagy James Onidon, már csak elfogadtam volna. Én vagyok kiállhatatlan, akkor mit szóljak? Hogy mondtad? Felajánlották a szerződést, de visszautasítottam. Rájöttem, hogy egyedül akkor tudnék nyereségre szert tenni, ha volna rakományom a visszaútra is. De minthogy nem ez a helyzet, elálltam tőle. Mikor? Két nappal ezelőtt. Egy pillanat. James, most hová mész? Mr. Onin, a legutolsó információm az, hogy a szerződést mással kötötték meg. Az én értesülésem frissebb. Azon jobban írja meg és intézkedjen. Ő főméltósága Marston Vicomte van itt. Ráér most? Vezesse be. Erre legyen szíves, uram. Marston Vicomte, uram. Onidon. Jó napot. Remélem nem alkalmatlan a pillanat, uram. Nem. Foglaljon helyet. Nos, parancsoljon, uram. Úgy értesültem, hogy az ön egyik hajóján utazik egy bizonyos személy. Név szerint Bullen úr.
Lehetséges. Tudnom kellene. Miért? Mr. Bullen és én olyan üzleti ügybe keveredtünk, amelyet tisztáznom kell vele. Mentél oda? Nem tudtam, hogy a kuzinjaid ilyen izgágá. Már letettünk arról, hogy valaha is hazatérsz. Leti, szívesen látnálak James-el vasárnap délután. Nincs akadálya. Én bár kétlem, hogy James társasága élvezetet fog nyújtani, ha csak nem uralkodik magán. Ó, igen, az fontos, hogy udvarias legyen. Szeretném, ha mindketten eljönnétek. Sarah odahívott még valakit. Kit? Próbáltam kiszedni belőle, de hiába, konokul hallgat. Csak egy pászi kedves ismerősöm, akit szeretném, ha ti is megismernétek. James elő fogja venni a legfinomabb modorát. Megígérem. A Søren Larsen fedélzetén egészen Rostovig utazik. Először Concarnóban fognak megállni, ha jól számolom, holnap vagy legkésőbb holnap után. Onnan indulnak tovább Rostovba. Szerdán érnek oda. Köszönöm, Dawkins, ez minden. Azt kérem, hozza vissza Bullent Angliába. Még van bőven időnk. Küldjön sürgönyt a kapitányának Concarnóba, és utasítsa, hogy tartsa Bullent a hajó. Miért? Gondolom, hogy a... Lekötelez, uram, ha megteszi. Világos, de szeretném, ha magyarázattal szolgálna. Nem vagyok bosszúvágyó. De mégsem nyelem le, ha könnyű célpontnak néznek. Bullent családmódon egy kalap pénzt húzott ki a zsebemből. Ó, és hogy csinálta? Hasáfát vettem tőle. Gerendákat a bányába, de sajnos nem az ő tulajdona volt. Kiderült, hogy egy nemrég eladásra került cheshire-i birtokon volt erdész. Az új tulajdonos észlelte a hiányt. A birtok átvételekor. Megvádolt, hogy lopott árut vásároltam. És követelte, térítsen meg a kárt, amit okoztam. Nos... Rendben, ha fedezi Bullen visszaútját és az egyéb költségeket. Hogyan? Nos, ez esetben nem segíthetek. Azt gondoltam, havi 500 tonna agyagrakomány megfelelő kártérítés a kellemetlenségért. Mi köze a kettőnek egymáshoz? Két hónapja megvásároltam az Imperial Staff-t. Bárkivel is kötne szerződést, uram, a háttérben én állok. Valóban. Tehát ön ajánlotta fel a szerződést a húgomnak? Igen. Ha elhozza nekem Bullent, megkapja a szerződést. De különben nem. Dawkins! Igen, uram. Sürgönyözzön Baines kapitánynak, a Concarnói ügynökön keresztül, legyen szíves. Ezen a vidéken nem ritkák az erős szél. Nagy szerencse lenne, ha kifújná magát reggelre. Engem nem zavar a szél. A jó ég tudja. Kölyökkoromban sokat üldögéltem a fák tetején. És a szélben hintáztam a faágokon. Mi dolga van Franciaországban? Még sosem jártam ott. És máshol sem. De sokat hallottam róla. Szóval a kalandvágy űzi.
Igen. Gondoltam, mivel közel van, bármikor hazamehetek, amíg be nem nő a fejem lágya. És majd akkor elmegyek Amerikába. Jó, remek, megéheztem. A tengeri levegő a legjobb étvágy gerjesztő, Mr. Bullen. Régóta járja a tengereket? Annyi idős korom óta már, mint Tom. Maga sosem volt ilyen fiatal, mint én. Mindig vén tengeri medve volt. Se tejet, se halat. Értsd meg a te érdeket, James. Meglátod, még hálás leszel, amikor megszűnik a gyomorfájásod. Bár téged ismerve nem leszel. Tegnap is minősíthetetlenül viselkedtél Elizabeth-tel. Eléggé ismer már Elizabeth. Ugyan, James, ez nem mentség. Merem remélni, vasárnap jobb kedvedben leszel. Sarahhoz vagyunk hivatalosak. Be akarja mutatni egy ismerősét, és ha jól értem a helyzetet, kívánatos lenne, ha ezúttal megemberelnéd magad. Leti, ha lenne itt egy utazó láda, most belezárnálak. James Oniden. Ha a feleséged zsörtölődik, azt azért teszi, mivel nálad makacsabb. Ostobább embert még nem láttam. Fafejű vagy. Önző vagy. Belegázolsz az emberek érzéseibe, és elvárod, hogy eltűrjem. Ó, de ez mind nem számítana, ha közösen belefognánk valamibe, úgy, mint régen. Mert ha nem, érzem, hogy egyre inkább féltékeny leszek, és elutasító. És nem ám egy másik nőre, hanem azokra az átkozott hajóidra. Szörnyen nevetséges ez az egész. Ó, nézd, én... Ha úgy látod, ostobaságokat művelek. Annak egyedül Charlotte az oka. Tudom, ne haragudj. Nem, te ne haragudj. Nem panaszkodom. Neked a legkevésbé letigánt. Szinte el is felejtettem, hogy valaha így hívtak. Én viszont nem. És eszembe juttatja, hogy nem kötelező mellettem lenned. Hálás vagyok érte. Ó, James! Ne! Mostantól jobb belátásra térek. Jöjjön a tej és a hal. Az óhajót parancs. És vasárnap kifogástalan úriemberként fogok viselkedni. Az ég szerelmére! Segítsen valaki, ott meghibban! Velém akarja vágni a fejszét! Lok, letépem a fejet, ha nem teszed. Ne átsorogjatok ott, higgyátok a kapitányt! Dobd el, Lok! Dobd el, különben a hajózárkába kerülsz, ember. Tedd le már! Egy-kettő, tedd le! Egész életedben lakat alatt akarsz ülni! Mr. Beale! Azonnal tedd le, Lok! Ezért fogdába kerülsz, ember! Mr. Beale! Érted? Hé! Szóljon a kapitánynak! Pénzkapitány! Pénzkapitány! Ah!
Mi folyik itt, Mr. B? Ott ez a féleső. Rátámadt a kölyökre. Egész úton furcsán viselkedett. Azt hiszem, teljesen megőrült. Eljött a hoppáré. Az iskoláját neki miért nem jelentette erről? Hozom a puskámat. Lehet, hogy késő lesz. Ne menjen fel. Az az ember őrült. Segítség, kérem! Mentsen meg! Ördög és pokol. Mr. Bullen, uram. Menjen el az útból, Mr. Bullen! Menjen onnan, mert nem tudok lőni! Figyeljen! Adja ide azt a kést! Nem lesz semmi baj. Nyugalom. Adja ide, Mr. Locke. Basszunk le. Helyes? Mondta, büglött patkányt állaltam fel. És így volt? Nem, uram. Akkor miért mondta? Hm? Ugye haragban voltatok egymással. Hm? Válaszolj már, igen vagy nem? Ő támadott rám, látta? Miért? Mert hangyás volt. Jól a fiú. Az az ember bolond volt. Igen. Ez egész biztos. Hm. De egyet mondhatok. Nem sok szárazföldi fickó tud így árbócot mászni. Maga született tengerész, uram. Már mondtam. Sokat másztam fára. Neked kölyök illő lenne valamit mondani Mr. Bullennek. Hallod? Remélem tudod, mire célzok. Köszönöm, uram. Miért csináltad? Mit? Miért adtál neki patkányt? Cserébe, mert rám öntötte a moslékot. Megéred a pénzet, te jó madár. Ne izgulj, nem árullak be a kapitánynak. Ha szüksége lenne valamire, csak szóljon nekem. Jól van. Leti, James, engedjétek meg, hogy bemutassam Arbuthnot Dampier kapitány. Kapitány? Asszonyom. Örvendek. Mr. Onin, részemről a szerencse. Mrs. Onin nagy tisztelettel beszélt mindkettőjükről. Igazán kedves tőle. Mivel foglalkozik? Hajók? Már visszavonultam.
Ön ott él Bász környékén, kapitány? Nem, csak oda látogattam. Ami éppen egybeesett Mrs. O'Neill ott tartózkodásával. A kapitány meghosszabbította a látogatását pár nappal a kedvemért. Talán mindössze egy-két nappal, de biztosítottam. Erről James? Már az is megfordult a fejünkben, hogy Sarah nem tér vissza soha többé. Bocsássanak meg, hogy önző módon lehet. Hogy megy az üzlet, barátom? Egész jól. A kapitány olyan... Tölthetek egy pohár kávol? Minden képzeletet. Nem, köszönöm. Eltiltottak tőle. Az derült, hogy pompásan múlattad az idő. Kedves, hogy ezt... Ez nem hozza őt vissza, ugye tudod? Hál' Istennek. Nem segít, ha leiszod magad a sárga földig. Mit szól anya hódolójához? Csak ugyanaz volna? Mi más? Sőt, úgy is mondhatjuk, a jövendő mostoha. Szerfeled szerény, kapitány. Kérem, foglaljon. Anya még bátorítja is. James, mesélj a kapitánynak a plottádról. Biztosra veszem, hogy a kapitány kalandjai mindannyiunk számára sokkal izgalmasabbak. Dampier kapitány egy fregatt parancsnoka volt, James. Hány fegyver volt rajta? Legutoljára már 45. Az már szép. De sajnos sosem voltam bevetésen. Ó, de látott ütközetet. Ó, igen, drága hölgyem, hála Istennek. A Krímben? Eltalálta, uram. Szevasztopolnál és Azovnál. Büszke vagyok rá, hogy ott lehettem. Mikor vonult nyugdíjba, kapitány? Csak a múlt évben, asszonyom. Amikor a bácsikámtól örököltem egy kisebb birtokot, ellenállhatatlan kísértésbe ejtett a nyugalmas élet esélye, és kaptam is az alkalmon. Amit itt senki nem tekintett másnak, mint jól megérdemelt jutalomnak. Asszonyom. Nem érez vágyódást a tenger után, kapitány? Be kell vallanom, nem Lady Fogarty. Meglepő. Az igazság az, hogy azért nem lettem hűtlen a tenger iránt. A kapitányra örökül maradt egy gőzhajó is, James. Gőzhajó? Az Amazon, uram. Távol álljon tőlem, hogy lebecsüljem az ön hajóit, de ilyen gyönyörűt még ön sem látott. Hol kötött ki? Alig 6 mérföldnyire innen. Ha megengedi, egyszer szívesen megtekinteném. Volna egy ajánlatom az önök számára. Kitüntetésnek venném, ha szombaton vendégül láthatnám önöket az Amazonon. Megmutatnám kívülben. Ó, ragyogó! A többieknek nincs ellenére. Dehogy akarunk csalódást okozni neked, James. Csak azért hívta meg a kapitányt, hogy megismerjük. Meg akarja beszélni a fenntartásainkat, mielőtt elkötelezi magát. Igen? Neked van? Samuelnek van. Szegény Samuel. Pontosan értem, milyen érzések dúlnak benne. Túlságosan sajnálja önmagát. Azt hittem, több a tartás benne. Szegény fiú boldogtalanságának a te lányod az oka. Igen, de visszaszerzem neki. Előfordult már, hogy nem tudtál valamit megoldani? Mit tehetnék? Van más ötleted? Egyébként ez a Dampier kapitány igazán kellemes ember. Hát igen. Minden esetre van egy birtoka. Tehát nem pénzsóvár. Engem csak ez izgatott. Uram! Engem keresel? Nem láttam Mr. Bullent. Felad egy levelet a postán. Azt üzeni, mindjárt jön. Megvárom a fedélzeten. Hé! Hey, nem kaptunk sürgőt. Na? Ugye tudod, mi áll benne? Már figyelmeztettelek, az, hogy tudsz olvasni, nem jogosít fel, hogy felbontsd a sürgönyöket. Bullen, tolvaj hozza haza. Most mit akar tenni? Nekem nincs más választásom. Teszem, amit mondanak. Megmentette az életemet. Szépen kérem, kapitány, ne sürgessen. Kedvesem, nem mondtam többet, mint amit már kölcsönösen kifejezésre juttattunk. Talán más formában, de egyértelmű. Tudom. Netán,
arra kíván utalni, hogy megváltoztak nem, az érzelmeit? Nem, szó sincs róla. Akkor mi a baj? Én nem vagyok a szavak embere, drága hölgy. De mind a ketten tapasztaltuk, milyen fájó elveszíteni a párunkat. És azt hiszem, rászolgáltunk már, hogy új társra legyünk. Ó, igen. Ez minden vágyam. Szeretném önnek adni a nevemet, és erőmhöz mérten kényelmet nyújtani. Megtisztelő az ajánlat, a kapitány. Nos, mivel a családja nem emelt kifogást a személyem ellen, ezzel megnyílt az út, hogy ön... Nem, de... Robert ellenzi. Robert? A férjem. Az elhunyt férje? Igen. Ő ellenzi a Frigyünket? Meg kellett őt is kérdeznem. Mi módon tud vele kapcsolatot teremteni, kedvesem? Mr. Pilgrim által. Ő médium, tudja? Nem is hinné, mennyi vigaszt nyújtott nekem, amióta Robert meghalt. Csupán azzal, hogy képes arra. Én megpróbáltam. Igyekeztem meggyőzni a férjemet, de hajthatatlan maradt. Kerekem megtagadta, hogy áldását adja a házasságunkra. Mr. Pilgrim által fejezte ki a nem tetszését? Nem vállalhatom a felelősséget a sugallatokért. Én csak közvetítem őket. Maga szélhámos, mások fájdalmán hízlalja magát. Sokan osztják az ön véleményét, de engem vigasztal az a tudat, hogy akiknek szüksége van én rám, azok nem az ön pártján állnak. A szemfényvesztés nem megoldás, Mrs. Onidinnek sem. Nagyon egyszerű, nem kell idejönnie többet. De eljön, uram! Egyetlen egyszer! Csupán azért, hogy maga bevallja neki, hogy a túlvilági üzenet merő hazugság. De nem az. A fenét nem velem, ugyan nem tudja elhitetni. Rajta, csak rajta, üssön csak meg, uram. Én nem ütök vissza. Mivel nyilván meg akarja őrizni a jó hírét, megelégszem azzal, hogy csak annyit mond neki, hogy a legutolsó üzenet tévedés volt. Hogy tehetném én ezt? Mindjárt megkönnyítem a dolgát. Ennyi elég? Még ha szegény lennék, sem fogadhatnám el ezt öntől. Ezzel nem lesz kevesebb szükség rám. Ha megtudom, hogy még egyszer összezavarja Mrs. Onid hazugságaival, nagyon megbánja. Isten önnel! Alig láttalak, mióta elhagytuk Konkánót. Sok a dolgom. Ha. Mikor érünk Roscoffba? Holnap. Hagyja el a hajót, mihelyt feltűnik a szárazföld. Ússzak ki. Miért? Mert egy sürgőn jött magával kapcsolatban. Levonom a kekszet és a vizet. Két shillinggel kevesebb. Víz, kapitány, én soha! Hé, mi folyik itt? El akarja fogni magát. Attól tartok, mától fogva nem hagyhatja el a kabinját, Mr. Bullen. De miért? Parancsot kaptam, hogy vigyem vissza Angliába. Hogy? Lopás miatt. Köszönöm. Remélem nem zavarja. Remélem nem veszi tolakodásnak, hogy felkerestem itt. Tekintve, hogy a porcelánüzlet kútba esett, úgy érzem, más kecsegtető ajánlattal kell kárpótolnom. Nem elég a szén és acél megállapodás? Nem, hölgyem, mert alig, hanem még megszámlálhatatlan módot találunk, hogy egymás hasznára legyünk. Remélem, hogy így van. Úgy mondják, a vasemberek korát éljünk. Azonban ön az első vaslédi, akit ismerek. Kaptam már szebb bókokat. De ilyen hízelgőt még soha? A bátyám úgy vélte, hogy az a szerződés, amit nekem ajánlott fel, övön alul mért ütés volt. Ha a bátya nem vigyáz, lemarad a versenyben. Nem így ön vagy én. Amíg mi az új világ falait döngetjük, hol lesz ő? A hordfoknál harcol az elemekkel. Egy egész vasúti rendszer szállítása. Csillébe. Sínek, talpfák, egyebek. Vállalná?
Mennyit és mennyi ideig? 1000 mérföldnyi sín és 6 éven át. Maga az építető vagy a szállító? Csak azért kérdezem, hogy megtudjam, ki a tulajdonos. Ó, mi építetjük. Robbantunk, fúrunk és átvágunk az Andokon, az óceánig. Beadjuk a pályázatunkat, mihelyt Mr. Dunwoody birtokába jut a részleteknek. Elfuvarozzuk a sineket, uram. Annyit, amennyit csak akar, és oda, ahová csak akarja. Helyes. Akkor nem is zavarom tovább. Ön vadászik, Lady Fogarty? Tudom, milyen remekül lovagol, de vadászik is? Miért? A hétvégére meghívást kaptam a pendlővéi találkozóra. Megszállhatnánk a Clidero kastélyba. Együtt, uram? Örömömre szolgálna, ha vendégül láthatná. Köszönöm, de nem. A rókavadászat nem a legkedvesebb időtöltésem. Különben is. Azt hiszem, egy napra egy kísértés éppen elegendő. Játékszer. Játékszer? Bármelyik tengerjáróval felveszi a versenyt. És értékálló, ha úgy adódik. Csodás jószág. Igen. Szépen karban tartja. Elismerésem. Köszönöm, uram. Köszönöm. Szeretnél körbesétálni a fedélzeten, Sarah? A többiekkel? Nem, köszönöm. Kitűnően érzem. Gyere már, anya. Bizonyára csodálkozik, hogy nem karolsz bele. A jövendő mostohám. Samuel? De Leti néni, ez az egész olyan abszurd. Ebbe neked nincs beleszólásod. Hogyne volna. Ahogy James bácsinak is van, magának is, és Elizabeth néninek is. Elvégre a fia vagyok. Végül is apám emlékének meggyalázásáról van szó. Szemüvel, hogy mondhatsz ilyet? Azért, mert a te boldogságod tönkrement, miért legyen anyád is boldogtalan? Vagy annyira önző vagy, hogy ezt akarod? Nem gondolod, hogy ami sok, az sok? Nem gondolom, Leti néni. Mert nem bírom elviselni ezt a felfúvalkodott pojácát egész nap. Nos. James azt mondta, rosszul teszem, hogy sajnállak téged. E perctől kezdve nem foglak. Igaza van, valóban csendes. Gőzhajó létére. Ön is észrevette. Ha megmutatom a motort, látni fogja, hogy miért. 3 hengeressé alakítottam át. Sokba kerülhet-e? Minden pénzt megért. Megnőtt a sebessége, és kevesebbet fogyaszt. És egyel kevesebb fűtő kell. És ritkábban kell szenet felvenni. Pontosan. Asszonyom. És mit változtatott még? Renováltattam a helyiségeket. Nézze meg a konyhát. A hölgyek már látták. James! Beszélned kellene Samuellel. Lehetetlenül viselkedik. Sarah rémesen fel van dúlva. Bocsásson meg, asszonyom, nem akarok beleavatkozni, de nem kizárólag a fiatal urat kell hibáztatni. A sógornőjük immár néhány napja igen lehangolt. Nem akartam a gondjukat szaporítani, de egy Pilgrim nevű alak aludas benne. Megijedt, ugye? Megijedt, hogy a sógornőm, ha ismét férjhez megy, nem tart már igényt önre. Hála neki, van mit a tejbe aprítania. Nem várom el öntől, hogy higgyen nekem, Mr. Honeyden. De az utóbbi 1-2 évben, amikor az anyagi helyzetem, hogy is mondjam, csak kényelmessé vált, természetesen Mrs. Honeyden jóvoltából is, sajnálatos módon az energiáim csökkentek. Amiért semmi a világon nem tud kárpótolni. Úgy érti, hogy nem tud átszellemülni?
Nem mindig. Mikor utolsó alkalommal itt járt Mrs. Onid, mi történt? Azon a napon nem jelentett nehézséget a munka. Az ön bátyja óva intette Mrs. Onidnt a kapitánnyal való kapcsolattól. Ide figyeljen, Mr. Pilgrim. Nem érdekel, hogy ezek a túlvilági üzenetek valósak vagy valótlanok. Sőt, az sem érdekel, hogy a bátyám onnan fentről helyeslé-e a sógornőm viselkedését vagy sem, mert ehhez neki semmi köze. Ő ott van, Sara itt. És ha Sara férjhez akar menni, Robert lehetne olyan nagy lelkű, hogy megengedi neki. De még szereti a férje, és jót akar neki, bármit is mondjon. Honnan ilyen biztos ebben? Honnan tudja, hogy nem rossz indulatból ellenzi? Vagy féltékenységből? Mert a szellemek kegyelmi állapotban vannak. Mondja, Pilgrim, sosem szokott rossz szellemekkel kapcsolatot teremteni? A bátyjáról van szó. Igen, és egész életében egy kötekedő ostoba alak volt. Mi akkor volna rá, hogy azt higgyen, megváltozott? Gondolkozzon ezen. De közben szeretném önt megkérni, nagyon határozottan, hogy a sógornőmnek soha többet ne adjon tanácsot a férje nevében. Én nem tudom, hogy megtette. Ha megteszi, Istenemre bíróság elé fogom állítatni csalásért, és 20 évet húzatok magára. Kérdezze csak meg Robertet, hogy erről mit gondol. Elrendeztél minden. Ó, hogy mennyire örülök. Hát nem csodálatos hír. Ez fantasztikus. Mikorra tervezitek? Ó, még nem tudjuk a pontos időpontját, de talán a születésnapomon. Ó, azt hiszem elbűvölőt lesz. Sara éppen csak átköltözött, már is elhagy. Hálát adhatunk az égnek, hogy boldogok, akik megérdemlik. Bár csak így lenne. Ó, feltétlenül. Semmi nem állja az útját annak, hogy élvezd a boldogságot. Tom! A felébe! Elszökött? Tom segítségével szökött el. Bész. Ezt hogy magyarázza meg Marston Wickhamnak, hogy egészen hazáig hozta Mr. Bullent, de Liverpoolban nyoma veszhet? Dawkins! Mondhatok valamit? Kétlem, hogy olyat tud mondani, ami csillapítja a mérgemet. Igen, uram. Hozzon egy pohár tejet, legyen szíves. Sajnálom, hogy a szerződése oda van, és azt is, hogy Tom csalódást okozott. De azt nem sajnálom, hogy az az ember elszökött. Tessék! Nagyszerű embert ismertem meg benne. Kedveltem. Remek társaság. Hasonlított az egykori Mr. Onidenre, mielőtt a maga feje után kezdett menni. Ó, igazán. Örülök, hogy sikerült meglépnie, mert nem tudom elképzelni róla, hogy tolvaj lenne vagy csaló. Erről győzze meg maga a vikontot. Üdvözlet! Mr. Onidon, soha nem loptam el semmit. Talán néhány almát még kölyök koromban. Megtudhatom, ki állítja az ellenkezőjét, mert az hazudik. Üljön le, uram. Eladott ön hasábfát egy bizonyos Charles Marstonnak? Amit eladtam, az enyém volt. Ő nem épp ezt mondta. Az az áru egy Cheshire-i birtokhoz tartozott. Ott dolgoztam, valóban. De az igazság az, hogy a birtok a csőd szélén állt. Se én, se a többi munkás nem kapott bért. 2 évig. Amikor a tulajdonos érezte, hogy meghal, összehívott minket és azt mondta, a birtokon nekünk ad mindent, ami pénzé tehető. Szó szerint ezt mondta. A többiek elvittek néhány disznót és tehenet. De én megvártam, milyen az új tulajdonos. Az öreg unokaöccse volt az. Meg akart szabadulni a birtoktól, nem számított mennyiért. Nem ért túl sokat. Végül is eladta egy Beaumont nevű kereskedelmi banknak. Akiket más nem érdekelt, csak hogy eladják, amit lehet, és építsenek rá egy házat. Azt gondoltam magamban, rendben.
én is elveszem a részem. És kiárusítottam a fát. Ilyen arcátlan történetet még nem hallottam. Ami pénzét tehető, ezt mondtam. Jól van, de akkor jól tudja bizonyítani. Nem tudom, hogy leírta-e. Aki válaszolhat erre, az az unokaöccse. A nevét tudja? Igen. Furcsán hangzott a neve. Tengerész volt. Dampier. Valami Dampier. Arbuthnot. Dampier, kapitány. Úgy van. Ó, csodálatos. De ha a feleségéjé volt, nem kellett volna. Örömmel adtam, asszonyom. Nagyon szép, gyönyörű. Elizabeth, nézd meg ezt a csodás gyűrűt. Szervusz, James. Sarah, vasárnap én vagyok soron, hogy rendbe tegyem a templom kertet. Olyan kietlen. Nem jönnél velem, hogy adj néhány tanácsot? Nem haragszik? Egy cseppet sem. Uram? Néhány szót szeretnék váltani önnel. Úgy adódott, hogy szembe kerültem egy problémával, és azt remélem, hogy ön segít nekem megoldani. Parancsoljon. Nos, tud róla, hogy a bácsikája, akiről önre szállt a birtok, a munkásainak províziót adott? A végakaratban nem utalt erre. Kár. De valamilyen módon kifizette őket. Ahogy most visszaemlékszem, hallottam valami fajta szóbeli megállapodásról vagy a féléről. Szóbeli megállapodás? Ez az. Erre voltam kíváncsi. Lekötelez. Már mindent ilyen könnyű lenne megoldani. Igen. Mondja csak, jól hallottam, hogy a bácsikájának a birtoka csődbe jutott. Azért ez nem egészen pontos kifejezés, nem? De kis hián. És amikor pénzét ette, valami keveset kapott. Ez magától értetődik. A jachtja elég sok pénzbe kerülhetett. Mennyit kapott? Nagyon keveset. Visszavonom az ajánlatom. Helyes. De én őszintén kedvelem szívből az ön sógornőjét. Mindent megadtam volna neki. De magát nem ez vezérelte. Nem. Az Amazon... Drága fenntartása. És a sógornőm tehetős asszony. Valóban. Nyilván gazembernek néz. Lehet, hogy az is vagyok. Én nem vádolom. Ahogy mondta, gondoskodott volna róla. De ön is tudja, ebbe nem mehetek bele. Megértem, uram. Egyet kap tőlem. Egyet Lady Fogartitó. Ebből fenntarthatja az Amazont egy darabig. Ezt nem fogadhatom el, uram. Dehogy nem. Fogja magát, és a jachtjával elutazik nagyon messzire innen. Akarom, mit mondott önnek, James? Csak az igazság. Milyen igazságot? Csúfúr becsaptam önt, asszonyom. Nem, hogy mondhat ilyet? A vagyonára pályáztam, kedvesem. Csak hogy én ezt nem hiszem el. Ez az igazság. De nem a teljes igazság. Kegyet sosem tudott volna úgy megbűvölni, mint a hajom. De hát én ezt tudtam.
Csak a vagyonára vágytam. Hát nem érti? A hajóm miatt. Nem csak erre áhítozott. De igen, csak erre. Sajnálom. Nem hiszek magának. De muszáj. Nem. Nem, nem akarom. Nem hiszem el, nem. Engedjen. Engedjen, kérem. Nagyon kérem, engedjen. Mi lesz velem? Maga nélkül mihez kezdek? Talán megbékél Pilgrim segítségével. És újra bízik Robertben. Úgy tűnik, valóban őrző angyalként védi önt. Elégedett a szerződéssel? Teljesen. Pullen? Baines? Hajóra szállt. Hát persze. Nem kételkedem egy úriember szavában. Így. Őrizze meg jól, Mr. Dolan. Igen, usz. Baines kapitány, oda vezetne engem Bullenhez. Az lehetetlen. Miért? Az óceán közepén van. Sajnos nem tudjuk a hajó nevét. Ugye, Baines? Nem, uram. Amerikába tart, ha jól tudom. Oda, uram. Onédön, sokba kerül önnek ez a szerződés. Mert tőlem nem lát másikat. Mivel a gőzöst kedveli, nem is vártam. Marston? Bullen azt a fát a sajátjának hitte. Magam is így hiszem, különben nem hagytam volna futni. Úri becsület szavamra. Nem látok itt egy urat sem. Azt ugyan én sem. Az én meglátásom szerint itt két ebb, vagy kutya üzletember áll. Hála Istennek, én csak egy egyszerű tengerész vagyok.